I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Arról vagyok, és itt vagyunk az F1 2018-ban, és most folytatjuk a karrierünket, mégpedig a monakói nagy díjjal. Hát jelenleg a harmadik helyen állunk a bajnokságban, de hát itt akár fordíthatunk is, ha jól muzsikál a Verda. De hát ez majd nem sokára kiderül. És akkor kezdjük is az első szabad edzést. Welcome to Monaco for this weekend's Formula One Grand Prix. It's a race that is truly steeped in history. But before the drivers turn their attention to winning, they first need to get through today's tricky practice session. Lowe's hairpin is the slowest corner of any track on the Formula One calendar. It's taken at just 48 kilometers an hour, but provides a stunning view on the first lap as the entire grid bunches up and tiptoes through the corner, hoping not to leave any carbon fiber parts behind. This is such a tight bend that a special steering rack is used just to get around this very corner, as the cars would not normally be able to make the turn. There is the possibility of overtaking through Lowe's, but more often than not, you'll end up damaging your car. I've had a chat with Carl about the new parts, and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be... Hát ez nem lesz egy egyszerű pálya, az biztos. De hát megpróbálunk rajta jól menni majd. Hát ez szép volt. Let me know you're all right. Hát a túl hamar kanyarodtam. Ezt nem hiszem, miért nem kanyarodik ez a hülye kocsi? És itt meg nem akar megállni. És itt nincs meg a lila, de nem baj. Most megelégszek ezzel is. We've had to spend time repairing the damage to the car. És akkor jött most a gumikímélés.
Na hát ez a Ferrari egész jól megy. Majd mindig itt a kör végén kell vigyáznom, mert ott nagyon kell lassítani az utolsó előtti kanyarban. És akkor mehetünk is tovább. Tehát rosszat indítottam el. Hát akkor gyors vissza a boxba. És akkor jöhet az üzemanyag spórolás. Hát ezt nem hiszem el. De rossz volt ez az utolsó kanyar. Hát nem akart volna összejönni. Okay, you won't. Hát ez nem jött össze. És akkor most jött az ERC-es program. Lenyíge vezés spórolás. Hát Monakóban nem tartozik a kedvenc pályáim közé továbbra sem.
Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Nem hiszem el. Nem majd akar ez összejönni. És mehetünk tovább. Quick look at the classification at the end of the session then. Here are your top three. Ricardo, Verstappen. Hú, hát utolsó előtt helyen végeztem, mert ez nem valami jó. Kíváncsi leszek, hogy milyen idő lesz a időmérő. Tehát időmérőn esni fog végig. A verseny meg csak felhős lesz. Amikor az esélye lehet, hogy jól jön majd. De először meg nézzük meg a időmérős kört a szabad edzésen. Itt is eléggé felhős, lehet, hogy itt is eső lesz majd. Valamiért kaptam egy 5 helyes rajbüntetést. Hát valószínűleg az új váltó miatt. Down on our target times, let's try to find a bit more. Hát az szép, egy utolsó helyre lenne elég. Na hát ez mindjárt kiderül. An interesting practice session there then. Let's remind ourselves. Hát még a szabadatésen a negyedik helyen végeztem. De az esélye még sok mindent bekavarhat itt.
circuits on the racing calendar. Welcome to Monaco for today's Formula One qualifying. And as we count down to that green light, I have to say, Anthony Davidson, that this rain is not showing any signs whatsoever of abating. I imagine we'll be looking at some last-minute setup changes to better adapt these cars to the conditions. What do you think? The trouble is, Crofty, they need to be thinking about the race tomorrow. You don't want to go jacking up the ride heights and piling on a few points of extra downforce that you're not going to want in the Grand Prix itself. The Parc Fermé regulations mean that you have to make that choice. The best thing the drivers can do is adapt with the tools they have available in the cockpit. Moving the brake bias forward will help stop the rear end slipping out under braking, and opening up the differential can really help tame the oversteer on corner exit. The drivers that can make best use of these techniques will have the best chance for success here today. Na és akkor nézzünk is egy gyors kört. Ó, de szélesen fordítunk abban a kanyarban. Hát ezt nem hiszem, az egyik kanyarban neki mentem a korlátnak és az áldozott a másik oldalra. Engine off, engine off. Ezt nem értem, hogy miért törik le ilyen hamar a kerék. És meg Strollt sem tudtam megelőzni, hát ez. Így is kemény lesz, hogy esik az eső. Inkább menjünk be a garázsba. Car repairs have set us back a little. Na nézzük, hogy hol állunk. Hát jelenleg eléggé hátul. So far our fastest lap is a 1:25.1. Talán miatt nagyon gyenge a kocsi. Nem akar úgy muzsikálni, ahogy kéne. Nézzünk még egy kört.
És mindig a végén rontom el. Hát még a hókötte itt sincs meg. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Hát ez lehet, hogy ennyi is volt. Hát szerintem nem lesz idő még egy körre. Hát ennyi volt a időmérő. Jók az utolsó helyre fogok rajtolni. Hát sok választási lehetőség itt nem volt. Hát remélem a verseny az jobban fog sikerülni. Some grid penalties, and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. Na, hát nézzünk valami fejlesztést. Hát nem nézzünk, mert még a pont az nincs meg rá. Majd a verseny után. Hát ez egy kemény verseny lesz, az biztos.
The astonishing Circuit de Monaco is, for all intents and purposes, virtually unchanged since its inaugural race back in 1929. The faster cars of today, though, ensure the 19 corners past the casino and along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1-mile lap here takes us around an entire country, yet never more than inches from the race-ending barriers. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Williams. We have a number of changes here in the race this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs. But this is only the first step down a long road of development. And even if they don't maximize the points, we're going to be left behind Red Bull. És akkor nézzük a rajtrácsot. Sebastian Vettel will start on pole. Vettel az első, Perez a második. Edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking down the rest of the grid, we have Ricardo ott van a negyedik helyen, ő vezeti a bajnokságot. Alonso, Hülkenberg and Kevin Magnussen. Verstappen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Leclerc, Pierre Gasly and Hartley, Grosjean, Van Dorn, Lance Stroll and Marcus Ericsson, King and Sergei Sorokin. És egy helyet előre jött. Hát még nem jöttem előre, mert ugyanott végeztem az időmérőn is. Két utolsó előtti helyről rajta, de teljesen mindegy. No heroics into Sandevot, please. We're in amongst the pack and just need to stay in one piece. Hát lényegében egy kialás lesz. Szerintem az lesz a jó taktika ide. Az a hát, ha jövök előre valamennyit. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Jól lassan mennek ezek, előttem a felvezetőkörön. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Hoppá, ott egy picit megcsúsztunk. És akkor nézzük a rajtot. Na, hát jó pár helyet fel tudtam jönni. A strong start. Well done. Na már a pontszerzésed meg is van bőven.
Hát ez hihetetlen. Fogja és bekanyarodik előttem. És Perez vezeti a versenyt jelenleg. Nem értem, hogy miért megy ilyen lassan előttem Hamilton. Lenne törve a szárnya, vagy valami. De nincs neki pedig. Akkor nem tudom, miért ilyen lassú. Okay, you're in the top 10. És ott a Renault már szakad is leföl a többiektől. Battery charge is low. If we turn down the ERS deployment, we can harvest more energy. Race officials have enabled DRS. DRS is now available. Hát Hamilton egyelőre gyorsabb egy picit. Hát itt hülyeség volt bejönni mellé. Akkor vissza is adom neki a helyet. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Jó, hogy a játék jelezte, hogy letölt az első szád. Na mindegy. Annyira nagy gondot nem okoz ez a kis pici törés. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Okay, you're within 1 second of the car ahead. Get ready to use DRS to overtake. Hát egyelőre Hamilton egy picit meglóvott, annál nagyobb lett az előnye, mint volt.
még jobban megtöltöszön. Hát ez már, hát ez szép. Damage to your wing, damage to your wing. Suggest we box to change it. A new strategy is available on the MFD. Understood, copy that. Hát valahogy kihúzom, amit előttük. Hát ha nem meg, akkor falba csapódok. Hát... ez lett a vége. Hát igen, ez Monaco. Nem egy könnyű pálya. Meg hát a kocsi is elég szar volt itt. It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for Red Bull today. So Ant, how exactly did you set yourself apart from Ricardo? Well, I'd say it's just raw pace, plain and simple. I mean, we could sit here and talk about strategy all day. The overtaking, looking after the tyres. But at the end of it all, if you want to win, you need a package that's got the speed over everyone else. And that's exactly what they had today. And I can see now the drivers are making their way out. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible amount for Formula One. And that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. Hát én most csak elhúztak előlem szépen, hogy nulláztam. Így sem volt kevés a hátrányom, de hát így még több lesz. So then, it's time to see how this result affects the drivers' championship. It's a good result for Daniel Ricciardo, who moves further ahead. Hát 51 pont is, mert Hamilton is megelőzött. Anthony Davidson, who would you go for? It's got to be Roman Grosjean. He was in another lead. Konstruktőrben is van egy kis hátrányunk. Take a look at the constructors' standings. Red Bull have extended their lead over the championship. It was great having you with us for. Bad luck out there today. What do you think went wrong? That crash looked pretty serious. Can you walk me? Do you have any comments about the collisions? Great. Well, that's everything. Kíváncsi, hogy így mennyi pontot kapok. Hát nem olyan sokat. Good to see you still in one piece. That was a heavy impact. Na, hát akkor most fejlesztünk valamit. You didn't complete the last goal the team set out for you. That's not going to look great on the contract. Már hogyha tudok. So make sure you take these objectives seriously. Hát jelenleg csak a motoron tudok fejleszteni, de jó lesz az is. És akkor még ugorjunk át gyors a következő nagy díjra.
had the new parts come through from the factory. We'll get them on the car ahead of FP1. Na nézzük, hogy sikerült-e a fejlesztés. És sikerült szerencsére. I've been in touch with some contacts at Williams, and they think your attitude and results. És megelőztük a Mercedes-t, így jelenleg mi vagyunk a harmadik helyen erőben. Let's see what kind of offer they can put on the table. Na hát ez egy jó pont. Hát a Red Bull az tolaj magasan vezet erőfölényben. Hát ennyit volna már ez az élőadás. Ha tetszett, akkor lájkold, iratkozz fel, vagy kövess be Twitch-en. Facebook oldalon minden ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!